Köszöntöm nézőinket! Kedvezően változnak az egyéni vállalkozók általány adózási szabályai. Erről beszélgetünk Barlai Krisztinával, a NAV baranyai sajtóreferensével. Üdvözlöm a stúdióban! Köszöntöm a nézőket! Hát először is mit is jelent ez a kedvezmény, ez a kedvező adóváltozás? A kedvező szabály azt jelenti, hogy 2022. január 1-től az lehet általányadózó, akinek az előző éves bevétele, tehát a 2021. évi bevétele a havi minimálbér 10-szeresét nem haladta meg. És 2022-ben addig lehet általányadózó, amíg az akkor érvényes minimálbér 10-szeresét nem haladja meg a bevétele. Ez kereskedelmi tevékenység esetén 50-szeres szorzót jelent. Ez az általányadózás, ez mit jelent a gyakorlatban, ez hogyan néz ki? A tavalyi évben még 4 olyan költséghányad volt, amit alkalmazni lehet, tehát tulajdonképpen az általányadózás lényege az, hogy nem tételesen számolják el a költséget, hanem ez a úgynevezett költséghányadok alapján. A 2022-es évben 3 ilyen költséghányad lesz, tehát a 40%-os költséghányad az általánosan lesz érvényes, a 80%-os költséghányadot azok az adózók alkalmazhatják, akik olyan tevékenységet folytatnak, amelyet az SZIA törvény felsorol, illetve van egy 90%-os költséghányad, ez pedig alapvetően a kiskereskedelmi tevékenységet folytató adózókra vonatkozik. Nagyon kedvező szabály, hogy a nyugdíjasoknak idén, illetve 2022-től megváltozik a költséghányad felosztása, és ugyanaz lesz, mint a főállású adózóknak, tehát ez a 40, 80 és 90%. Ezek mellett vannak esetleg más kedvező szabályok, amik ezután kerülnek bevezetésre? Igen, nagyon fontos és kedvező szabály, hogy az éves minimálbér feléig tulajdonképpen adómentes lesz az általányadózónak a jövedelme. Ez azt jelenti, hogy 2022-ben a minimálbér az havi 200 000 forint, hogyha ez éves összegben nézzük, akkor ugye 2 400 000 forint, és ennek a fele 1 200 000 forint, tehát ezen összegig SZIA mentesek lesznek a jövedelmek. Hogyan kell ezt az adót bevallani? Lesz-e valamilyen változás, valamit másképp kell csinálniuk az adózóknak? Az adóelőleg fizetésben alapvetően változás nem lesz, ami fontos, hogy ezt az 1 200 000 forintot figyelembe kell venni, tehát az általányadózónak addig nem kell adóelőleget fizetnie, amíg ezt az 1 200 000 forintot meg nem haladja. Tehát például, hogyha eléri az 1 400 000 forintos jövedelmet az általányadózó, akkor ugye 1 200 000 forint az adómentes rész, és a 200 000 forint után kell neki majd először személyi jövedelemadó előleget fizetnie. Érdemes arról tudni, hogyha például egy katás egyéni vállalkozó térne át ilyen általányadózási módra. Mivel változtak a költséghányadok, érdemes a katásoknak tevékenységtől függően átszámolni azt, hogy érdemes-e nekik átlépni az új adózási módba, és hogyha a számítások alapján érdemes nekik, és jogosultak is az általányadó választására, tehát ez azt jelenti, hogy a kata választása előtt például általányadózók voltak, akkor azt a bizonyos 4 éves szabályt figyelembe kell venni, tehát el kell tenni ennek az időnek ahhoz, hogy újra választassa az adózó az általányadózást. Illetve hát arra kell odafigyelni, hogy akkor a kata megszűnést az bizony be kell jelenteni a T101-es nyomtatványon, és abban ugye jelezni kell az általányadó választását is. Gondolom ebben a témában is ugyanúgy kérhetnek segítséget az adózók, mint bármely más kérdésekben. Igen, természetesen személyesen bármelyik ügyfélszolgálaton segítenek a kollégák, illetve a 1819-es infóvonalon is hívhatók. Köszönjük a tájékoztatást! És köszönöm! Nézőinek pedig köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!